Figyeled, milyen gyorsan eszik? Részlet a budapesti vadon című természetfilmből. A felvételen éppen egy nyest fosztogatja a kukákat. Tudja, hogy tilosban jár. Szakértők szerint az utóbbi néhány évben nem ritka az ilyesmi éjszakánként. Sok vadállat ugyanis ott az erdőt és a városba költözött. Hajlamosak kicsit urbanizálódni, vagyis a városi körülményekhez alkalmazkodni, és pedig azért, mert sok más állat, ami a természetben kint megvan, és versenyezni kell vele, az innen a városból hiányzik, és itt azok az állatok, amelyek könnyebben alkalmazkodnak a városi körülményekhez, előnyben vannak, de... és ott figyel a motorházban. De nyestek például nem csak a kukákat, sokszor a padlás és az autókat is megszállják. Azt egyelőre nem tudják, hogy az ilyen típusú rákcsálók miért szeretik a műszaki kábeleket, de az biztos, hogy a legtöbb problémát ezzel okozzák. Sokszor akár több százezres kárt is okozhatnak. A biztosító nem tud mit kezdeni vele. A biztosító viszont nem fizeti ki az ilyen károkat, mert ahogy mondják, az ilyesmi nem baleset, kártérítés pedig csak akkor jár. Persze elképzelhető, hogy ezen majd módosítanak. Hogyha ez annyira el Szaporodik úgymond, hogy ez tényleg jellemző lesz, akkor erre már lehet kalkulációkat csinálni, és ez be lehet díjazni, és akkor a fedezetet ki lehet erre terjeszteni. Európában egyébként más országokban, például Németországban is sok az ilyen úgynevezett nyestkár.